Ha Istennel vagyunk, egy jó mutató, hogy tényleg vele vagyunk-e, hogyha a béke, a legbensőbb béke növekszik bennünk, ha a benső szabadságunk tisztul és erősödik. És ez teljesen jól is van így, hogy néha Istent azért keressük, mert erre a békére vágyunk. Ugyanakkor minél közelebb kerülünk Istenhez, annál közelebb kerülünk ezt a világot szerető Istenhez, és aki szereti a másikat, a másikkal nem csak együtt örül, de együtt szenved is. Istenhez közelebb kerülve megtapasztaljuk, mit jelent az, hogy Krisztus Golgotája tart a világ végéig, addig, amíg egyetlen ártatlan szenvedés is létezik. A másik dolog pedig az, hogy néha a keresztjeinkre, a szenvedéseinkre, a problémáinkra vagyunk koncentrálva, és hogy ebben a helyzetben nincs békénk, nincs nyugalmunk, pedig ennek a kettőnek valahogy együtt kellene járnia. A következő sorok Jant Pardovszky atyának a sorai ezzel kapcsolatosak. Veled együtt. Ez a cím. A kereszted veled együtt jön. Hajnalban, déli verőfényben, nyár végén, amikor táplálják a méheket, az ablaknál, a sötétben, mikor a jégmadár télre vár, hogy megszülethessen, mikor barátságot keres a bánat. Júniusban, mikor kaprot vetnek, és virágzik az uborka, ettől a perctől a ki tudja meddig. Hívom majd a szenteket, kérem őket telefonon, hogy a kereszt sose jöjjön nélküled. Nem is reális az az állapot, amikor csak szenvedünk Jézus nélkül, hiszen Jézus ott van minden szenvedésben. Adja Isten, hogy felfedezzük ennek igazát, és minden terhet, minden nehézséget vele és egy benső békével tudjunk hordozni.